Mit gondolsz, miben volt jobb a tét? Hát szerintem labdarúgásban biztos egy kicsit jobbak, mert nagyobb a pálya, jobban ismerték őket. De szerintem a szívünk az kitett magáért. Hát a tét, talán egy kicsit nem tudom, hogy most bírók is segítettek szerintem valamelyest. De lehetett volna egy kis szerencség, hogy mostanában szerintem nincsenek a csapatnak. Hát nem tudom, lényegében ennyi. Mit gondolsz, hogy mennyibe érintette a csapatot a Milán korai sérülése? Hát az nagyon-nagyon, hát a, ugye meghatározó játékosunk őnek is orrba, meccsről-meccsre. Szerintem nagyon meghatározza a mi játékunkat. Főleg úgy, hogy át kellett szervezni az egész játékot, egész embereket tologatni kellett, és szerintem ebben az a fiatal csapat szerintem még ebben nem szokott hozzá. Főleg nincs is edzőnk, így meg pláne. De én úgy gondolom, hogy megtettük, amit meg kell. Lehetett volna kis szerencség ugyanúgy, mint a És miről volt szó második vagy első példa után az öltözőbe? Mit próbáltatok? Hát szerintem az, hogy mutassuk meg, amennyi szurkoló elkísért minket, legalább hogy nekik mutassuk meg, hogy nem is játékilag, de szívből szerintem tegyük oda magunkat. Kicsit fáj a szívem, mert pont a másik félidőben kaptunk két gólt, de úgy gondolom azért mindent megtettünk azért, hogy ne jöjjünk el úgy, hogy lehagyjuk felje. Így van. Gratulálok a csapatnak. Köszönjük szépen. További sok sikert.